Ügydömping. A civil szervezetek szabályos működtetésével kapcsolatos ügyek és a devizahitelekkel összefüggő eljárások száma is jelentős volt idén a nyíregyházi törvényszéken. Új szabályozás. A jövő évtől egyszerűbbé válnak a lakossági építéssel kapcsolatos ügyintézések. A 160 négyzetméter alatti lakások építéséhez már nem lesz szükséges engedélyt kérni. Beruházások Újfehértón, bővítették a szennyvízhálózatot, korszerűsítették az idősek otthonát, és útfelújításokat is végeztek ebben az évben a városban. Egyes ügytípusok elárasztották a bíróságokat 2015-ben, mondta el szerkesztőségünknek dr. Nyakó Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék elnöke. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A legnagyobb terhet a civil szervezetek szabályos működtetésével kapcsolatos ügyek jelentették, de a devizahitelekkel összefüggő eljárások száma is jelentős volt, illetve a végrehajtási ügyek szeptembertől visszakerültek a bíróságokra. Mindezek ellenére a bírói testületnek nincs jelentős mennyiségű ügy hátraléka. Ügydömping volt 2015-ben a bíróságokon. A nyíregyházi bíróságon 120 bíró dolgozik. Szinte minden ügyszakaszban emelkedett az ügymennyiség, az ország második legleterheltebb bírósága a nyíregyházi. Ebben az évben a devizahiteles perek, az elszámolással összefüggő ügyek és nem utolsó sorban a migrációs eljárások nehezítették a bíróságok munkáját, valamint a PTK változása kapcsán a civil szervezetekkel összefüggő ügyek. Kimagaslóan sok ügy érkezett, ez a civil szervezetek, tehát az egyesületek, alapítványokkal kapcsolatban az új polgári törvénykönyv igényelt különböző jogi lépéseket a szervezetek részéről, és hogyha ezt nem tették meg, akkor ügyészség törvényességi felügyeleti eljárás keretében pert kezdeményezett, megszüntetés, egyéb intézkedés véget. Itt 3 hónap alatt 700, azaz 720 ügy érkezett peres ügy a törvényszékre. Most csak összehasonlításképpen, hogy egész évben érkezik összesen ennyi ügy, vagy még ennyi el nem érő peres ügy a törvényszék polgári ügyszak elsőfokú ügyszakában. 4-5 hónap alatt a járásbíróságokkal együtt ezeket az ügyeket feldolgozta a bírósági szervezet. A devizahiteles ügyekre egy hosszabb kihagyás után ugyanis azok fel voltak függesztve, ismételten szeptembertől tértek vissza a bíróságok. Az Országos Bírói Hivatal arra törekszik, hogy a korszerű informatikai és programfejlesztéssel könnyítse a testületek munkáját. Tervezik a táv meghallgatás elterjesztését, amelynek előnye, hogy költséghatékony, gyors és csökkenti a munkaterhet. Ennek mondjuk azért van jelentősége, mert azért Európában vagyunk, és mondjuk Hollandiában, Németországban vannak tanúk, olyanok, akik a mi ügyeinkben kellene, hogy nyilatkozzanak. Nem kell ide utaztatni, nem kell fizetni az úti költséget, a kieső idejét. Tehát ennek nagy jelentősége volna, működik ezzel kapcsolatban bírósági szervezeten belül egy munkacsoport, akik azt vizsgálják, hogy esetleg büntetésvégrehajtási intézetben tartózkodó vádlottak vagy elítélteket nem kell akkor, ha majdan lesz rá lehetőség, bíróságra beszállítani, hanem ott kiépített technikai eszköz elé ültetik, és úgy lehetne kérdezni. Nyakó Zsuzsanna elmondta, a nyíregyházi törvényszéken egy bírósági titkár és egy bírósági ügyintéző, aki végrehajtási eljárásban járhat el, segítik a bírók munkáját, illetve az ítélkezést is. Mert hogy polgári ügyszakaszban egy bíróra 100-200 közötti ügymennyiség jut, büntető bírók esetében 80-100 per egy évben. A jövő évtől egyszerűbbé válnak a lakossági építéssel kapcsolatos ügyintézések. A változások egyik legfontosabb részeként Vég József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi építészkamara elnöke azt emelte ki, hogy a 160 négyzetméter alatti lakások építéséhez már nem lesz szükséges engedélyt kérni. Emellett a jövő évtől érkezik egy tájegységenkénti típusterveket tartalmazó katalógus is. Idén az e-napló forradalmasította az építési szakma egy részét, a napló vezetésében viszont könnyítéseket tervez az építészetért felelős helyettes államtitkárság, mondta Vég József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi építészkamara elnöke. Hozzátette, az idén elfogadott intézkedés csomag további könnyítéseket tartalmaz. Ebben az évben ebből a szempontból mértékelő dolgok
több csomagban lettek rendezve ebben a miniszterelnökségi anyagban. Minden esetre az egyik fő csomag az a lakossági építéssel kapcsolatos bürokrácia csökkentésnek a programja. Ennek a folyamatnak van néhány olyan alappillére, amiből szerintem már néhányan azért hallottak. Ez például a 160 négyzetméter hasznos alapterületet el nem érő lakások, vagy ezt kevésbé szoktuk mondani, bővítésre is igaz a történet, csak a 160 négyzetméter összterületig érvényes akkor ugyanaz a szabály. Ezekre építési engedélyt nem kell kérni. A jövő év talán január 1-től lépnek életbe majd ezek a dolgok. A kamara elnöke hozzátette, ebben az esetben is kell készíteni terveket, de az csak egy tudomású vételi eljáráson esik át. A hivatalos szerveknek a benyújtást követően 15 napja lesz az észrevételezésre. Születőben van ugyanez a témakörhöz kapcsolódóan egy ilyen teljes Magyarországot lefedni kívánó és a lakásépítéshez segítséget nyújtó úgynevezett mintaterv állománynak az összeállítása. Ennek egy kicsit későbbi még a határideje, talán a jövő év közepe vagy vége az, ameddig ennek fel kellene állni. Hát valaha voltak, és egyesekben lehet, hogy rosszáízőek az úgynevezett típustervek, amik egy ilyen szép albumból kiválaszthatók voltak, egy bármilyen képességű, de adaptálni képes építész vagy építész technikus is képes volt letenni valahova a házat, aztán ebből vagy jó dolog jött ki, vagy egymás mellett esetleg butaságok kezdtek el gyülekezni. Ennek a logikának most az lenne a lényege, hogy a mintaterv katalógus az tájegységenként valamiféle külön sajátosságokat viselő anyagként születne meg. Vég József elmondta, a tavalyi év mélypont volt építési szempontból, ettől az évtől viszont már emelkedő tendenciát mutat az építkezések száma, így 2015-ben már jobb évet zárnak a tervezők és a kivitelezők is. Bővítették a szennyvízhálózatot, korszerűsítették az idősek otthonát és útfelújításokat is végeztek ebben az évben Újfehértón. Kormányzati támogatással pedig elkezdődött az Újfehértót Nagykállóval összekötő út rekonstrukciója, amely során új aszfaltréteget kap az érintett szakasz, így gyorsabban és biztonságosabban közlekedhetnek majd a térségben élők. Mintegy 240 millió forint Európai Uniós támogatást kapott az újfehértói önkormányzat a szennyvíz csatorna hálózat bővítésére. Ezzel a 95%-os kiépítettség 99%-ra nő a városban, tájékoztatott a polgármester. Nagy Sándor hozzátette, emellett nagy hangsúlyt fektettek az utak állapotának javítására is, valamint idén ősszel elkezdődhetett az Újfehértót Nagykállóval összekötő szakasz átfogó rekonstrukciója. Végül sok-sok vajudás után kormányzati segítséggel megújul a 49-12-es főút, aminek a munkálatai jelen pillanatban is folynak. Ez több mint 815 millió forintos forrás jelent. Hangsúlyozom, hogy ez talán az egyik legrégebbi probléma, ami a városban fellelhető volt, és én itt is szeretném megköszönni mindazoknak, akik közreműködtek abban, hogy végül ez az út felújítása megtörténhessen. Saját forrás terhére az önkormányzat egy nagy lépést tett elő, hiszen nagyon sok még a burkolatlan utaknak az aránya. Ebben az évben közel 67 millió forintot fordítottunk utalapok készítésére, ez gyakorlatilag egy bő 5 kilométeres útszakaszt jelent. Ebben az évben továbbá pályázati támogatással napelemrendszer telepítettek Újfehértó egyik iskolájára, ami az intézmény éves áramigényét szinte teljesen kiszolgálja. A helyi sportcsarnokkal is van még teendője a város vezetésének, mivel ez a komplexum még 2010-ben úgynevezett PPP konstrukcióban épült, ami azt jelenti, hogy önkormányzati és állami forrásból magánbefektető bevonásával épült. Megkaptuk a kormány engedélyt a hitelfelvételre, egy 330 millió forintos hitelt veszünk fel annak érdekében, hogy ki tudjuk vásárolni a sportcsarnokot. Ha ez megtörténik, akkor gyakorlatilag a Uszoda Sportcsarnok Szabadidőközpont visszakerül teljes egészében az önkormányzathoz, és januártól az önkormányzat fogja teljes mértékben üzemeltetni. Újfehértón idén korszerűsítették az idősek otthonát is, imateremmel, társalgó könyvtárral és látogatói mentális szobával bővült a Szociális Szolgáltató Központ. A mintegy 100 millió forintos beruházáshoz 90%-os uniós forrást nyert az önkormányzat. A beruházásnak köszönhetően már nem átmeneti szolgálatot lát el az intézmény, az idősek be is költözhetnek.
Több mint 300 millió forintos városközpont rehabilitáció valósult meg idén Csengerben. Több épület megújult, és elkészült egy nyitott uszoda is. A fejlesztésekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. A szilveszter éjszakai petárdázások és tűzijátékok következtében minden évben több mint 20 otthonról elkóborolt kutya kerül az Állatbarát Alapítvány telephelyére. Az alapítvány munkatársai 24 órás ügyeletet tartanak és segítenek a bajba jutott állatokon. Eredményes évet zár a Kölcsey díjese. A felnőtt NB-s mezőnyben 25. idényét töltő kézilabda csapat az előző bajnokságban az 5. helyen végzett az NB2 északkeleti csoportjában. Az őszi szezont pedig az élen zárta a Hadobás István által irányított együttes. Jól szerepelnek a juniorok is, az utánpótlás gárda a 3. helyen várja a folytatást. Több mint 300 millió forintos városközpont rehabilitáció valósult meg idén Csengerben. Több épület megújult és elkészült egy nyitott uszoda is. Jövőre börtönt építenek a településen, de új buszpályaudvart is szeretnének a városban, valamint nagy hangsúlyt fektetnek majd a rendészeti oktatásra is. 2015-ben nyitott uszoda épült Csengerben, a városban 20 éve nem működött hasonló, így egy 25 méteres medencét alakítottak ki a lakosság számára. Emellett több jelentős beruházás is volt a településen. Városközpont rehabilitációt is hajtottunk végre, letérköveztük a városközpontot, olyan épületeket újítottunk fel, amely Csenger városának a kiszolgáló épületei, ilyen egy közösségi ház, a régi családsegítő központnak a felújítása került még rá, valamint különböző vállalkozások is részt vettek ebben a programban, akik felújították épületeiket. Ennek a teljes bekerülési költsége 310 millió forint volt, és 100% visszanemtérítendő támogatást nyertünk rá Európai Uniós támogatásból, úgyhogy idén nyáron már a gyerekek is, és az itt lévő felnőttek is természetesen tudtak úszni, a mindennapjaikat eltölteni. Olyan jól működött a nyitott uszodánk, hogy sokszor teltház volt, tehát ki kellett tenni a teltáblát, és ezért úgy gondoltuk, hogy bepályázunk az NSK-hoz egy új fedett uszoda építésére, hiszen Csengerben 650 gyerek van, 400 gimnazista van, és közel 300 óvodás van, és meg kell őket tanítani úszni, tehát a téli sport, úszásoktatás is nagyon fontos, és megkaptuk a Nemzeti Sportközponttól, a kormányunktól azt az uszodát, amely remélhetőleg tavasszal elkezd épülni. Az elmúlt években épült a járóbeteg szakellátó központ, amit nappali kórházzá szeretnének minősíteni. A város megnyerte a büntetés végrehajtási intézet építésének engedélyét, így ezen a 16 hektáros területen alakítják ki az új börtönt. Ez az intézet 250 munkahelyet teremt majd a településen, emellett a rendészeti képzést is szeretnék megerősíteni. Középoktatásban szeretnénk még fejleszteni a képzéseket, ami a rendészeti képzést alapozná meg. Már van egyrészt a helyi középiskolában is rendészeti képzés, de erre szeretnénk olyan szakokat beindítani, ami a fiatalokat itt érdekli. Emellett ez Bokolászó igazgatóról ezt már beszéltük is, hogy olyan szakirányba indulnánk el, ami tényleg versenyképessé tenni az itteni oktatást, úgyhogy ebbe igazgató úr is és a kollégái nagyon szakmailag tényleg ott vannak és szakmailag támogatnak ebbe minket. És természetesen az a fejlesztés, amit elindít itt egy új munkahelyteremtő, tehát a börtön építésével szeretnénk egy új lakóparkot építeni. Ebben a lakóparkban a itt dolgozó vagy dolgozni akaró emberek kapnának munkahelyet, vagy lakásokat, és az lenne, hogy gyakorlatilag az önkormányzattól bérlenék ki, a fiataloknak tudnánk családkezdésbe támogatást adni. Régi vágya a városnak az új buszpályaudvar létrehozása, ennek az épületnek a helyére szeretnének egy új fogadóállomást kialakítani. A szilveszter éjszakai petárdázások és tűzijátékok következtében minden évben több mint 20 otthonról elkoborolt kutya kerül az Állatbarát Alapítvány telephelyére. Az alapítvány munkatársai 24 órás ügyeletet tartanak és segítenek a bajba jutott állatokon. Azonban ha tudják, hogy kedvencük fél a különböző hanghatásoktól, jobb, ha még az új év előtti nap biztonságos helyre bezárják.
Minden évben már általánosan elmondható, hogy a felhívások ellenére sem elég körültekintőek az állattartók szilveszter éjszaka. Így a petárdázásokat és a tűzijátékokat követően nagyon sok állat kiszökik otthonról és nem talál haza. Az Állatbarát Alapítvány menhelyére az évnek ebben az időszakában több mint 20 kutya kerül be, azonban kétszer ennyi gazdi keresi telefonon elcsatangolt kedvencét. Az alapítvány munkatársai szilveszterkor 24 órás ügyeletet tartanak. Tapasztalataink szerint szilveszter napján még nem érkezik túl sok bejelentés eltűnt házi kedvencről, illetve utcán kóborló kutyáról, hiszen a gazdák főleg új év első napján szembesülnek azzal, hogy kedvencük elszökött, elmenekült a petárdák miatt. Megelőzhető a baj, hogyha a kedvencünk nyakába nyakörvet és egy olyan bilétát teszünk, amin a saját elérhetőségünk szerepel, hiszen így gyorsan, szinte azonnal értesíthetik a gazdikat, hogyha rátalálnak elszökött, elmenekült kedvencükre. Ha tudjuk, hogy kedvencünk bármilyen erősebb hanghatására érzékenyen reagál, óvintézkedésként jobb, ha még az új év előtti nap egy biztonságos helyre bezárjuk. Amennyiben otthon töltjük a szilvesztert, akkor az esti etetés és az utolsó séta időpontját úgy válasszuk meg, hogy megelőzzük a durroktatás kezdetét, az éjfél körüli kritikus órákat pedig, ha tehetjük, töltsük együtt az állattal. Ha ebünk nagyon ijedős, ideges természetű, és úgy véljük szavakkal nem tudjuk majd megnyugtatni, forduljunk még az ünnep előtt állatorvoshoz. Természetesen vannak olyan kutyusok, akiknek egyben az időszakban szükségük van a nyugtatásra. Ilyenkor igénybe lehet venni enyhébb hatású gyógynövénytartalmú készítményeket, illetve vannak erősebb szintetikus hatóanyaggal rendelkező készítmények. Ami nagyon fontos, hogy mielőtt a gazdik bármilyen gyógyszert is akár a házi patikából adnának a kedvencüknek, mindenképpen konzultáljanak az állatorvosukkal. Állatorvosi jó tanács még kutyatartóknak a szilveszteri időszakra, hogy veszély esetén a kutyusok a falka vezér viselkedéséről vesznek mintát. Így ha a gazdi nyugodt, a kutya sem esik olyan könnyen pánikba. Eredményes évet zár a Kölcsei DS-e. A felnőtt NB-s mezőnyben 25. idényét töltő kézilabda csapat az előző bajnokságban az 5. helyen végzett az NB2 északkeleti csoportjában. Az őszi szezont pedig az élen zárta a Hadobás István által irányított együttes. Jól szerepelnek a juniorok is, az utánpótlás gárda a 3. helyen várja a folytatást. Jubilál a Kölcsei DS-e, a több mint 3 évtizedes múltra visszatekintő kézilabda csapat a 25. idényét tölti NB-s bajnokságban jelenleg az NB2 északkeleti csoportjában szerepel a Hadobás István által irányított együttes. Az év első felében ugyan végig harcban volt a dobogóért a diákcsapat, végül azonban Tilkiék az 5. helyen zárták a 2014-2015-ös szezont, míg a junior gárda a 2. helyen végzett. Nyáron a hagyományoknak megfelelően átalakult a játékos keret, a házi gólkirály Móri Katalin például a megyebeli rivális Máté Szalkához igazolt, ennek ellenére bizakodva vágott neki az ősznek a Kölcsei. Az előző év jól megalapozta a fejlődésünket. Mindenképpen úgy gondoltuk, hogy mindkét csapatunk érmes helyért játszon. Ez volt az alapcélkitűzésünk, és hát szerettünk volna a játék minőségében mindenképpen előrelépni, és nagy örömömre mondhatom, hogy ez sikerült is, elsősorban a felnőtt csapatnál. Nagyon-nagyon fogékonyak a lányok, nagyon alázatosan dolgoznak. Őszintén nem tudok olyat kérni az edzésen, amit maradéktalanul meg ne próbáljanak megcsinálni. Nagyon-nagyon jó a csapatszellem, nincsenek klikkek, nincsenek széthúzások, mindenki egy irányba húz, úgyhogy csak dicsérni tudom a csapatomat, és hát az eredmény pedig minősít. Mindig azt szoktam mondani, hogy az eredményjelző nem hazudik, és úgy gondolom, hogy most pozitív ez a megnyilatkozás számunkra, de most is igaz. A Kölcsei DS-e 8 győzelemmel és egy döntetlennel, vereség nélkül 17 pontot szerezve az első helyen zárta az őszi szezont az NB2 északkeleti csoportjában. A második Hajdúböszörménynek 14, a harmadik Balmazújvárosnak 13 pontja van. A másik megyebeli csapat, a Máté Szalka, 10 ponttal az 5. helyen várja a folytatást. A szakember szerint erős mezőnyben szerezték meg a szakasz győzelmet. A mezőny első fele az nagyjából egyforma erősség, ott bárki bárkit megverhet. Csak példaként említem, a Máté Szalka, ha jól emlékszem, 5. helyen áll, és egy nagyon jó csapattal rendelkezik, de ugyanez mondható Hajdúböszörményről, Böcsről,
és hát a Ózról és a nagy konkurens a tavaly még NV1-1 Balmazújvárostól is, úgyhogy ezek ellen elsősorban nagyon-nagyon össze kell szedni magunkat, de nagy öröm, hogy a szoros mérkőzéseket, mindegyiket tudtuk hozni. Elég, ha csak a Balmazújvárosi utolsó fordulót említem, ahol fél időben mínusz 6 gólról fordítottunk, nyertünk egy góllal, tehát azt hiszem a legnagyobb művészet megtanulni, nyerni a szoros mérkőzéseket, és hál' Istennek odáig jutottunk, hogy a csapatom ezt most már tudja abszorválni. A bajnokság február 21-én folytatódik. Hadovás István elmondta, egyelőre nem gondolnak a magasabb osztályra, a cél az, hogy egy jó januári felkészülés követően megfelelő formában lévő csapat vágjon neki a tavaszi szezonnak, a szakember ugyanis tisztában van azzal, hogy minden rivális a listavezetőt akarja majd megverni. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Egyes ügytípusok elárasztották a bíróságokat 2015-ben, mondta el szerkesztőségünknek dr. Nyakó Zsuzsanna, a nyíregyházi törvényszék elnöke. A legnagyobb terhet a civil szervezetek szabályos működtetésével kapcsolatos ügyek jelentették, de a deviza hitelekkel összefüggő eljárások száma is jelentős volt, illetve a végrehajtási ügyek szeptembertől visszakerültek a bíróságokra. Mindezek ellenére a bírói testületnek nincs jelentős mennyiségű ügy hátraléka. A jövő évtől egyszerűbbé válnak a lakossági építéssel kapcsolatos ügyintézések. A változások egyik legfontosabb részeként Vég József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi építész kamara elnöke azt emelte ki, hogy a 160 négyzetméter alatti lakások építéséhez már nem lesz szükséges engedélyt kérni. Emellett a jövő évtől érkezik egy tájegységenkénti típusterveket tartalmazó katalógus is. Bővítették a szennyvízhálózatot, korszerűsítették az idősek otthonát és útfelújításokat is végeztek ebben az évben Újfehértón. Kormányzati támogatással pedig elkezdődött az Újfehértót Nagykállóval összekötő út rekonstrukciója, amely során új aszfaltréteget kap az érintett szakasz, így gyorsabban és biztonságosabban közlekedhetnek majd a térségben élők. A Kölcsei Televízió iradóját látták szerdán. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk Önöket. Tudósításainkat elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra!